Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik a magyar lakossági fogyasztók, adta hírül a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az uniós országok fővárosai közül például Budapest került az élre a villamosenergia átlagárával, míg a legmagasabb árak Koppenhágában, Berlinben és Londonban realizálódtak. A hivatal szóvivőjével, Scherrer Zsolttal beszélgetünk erről. Aki már itt van velünk a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kezét csókolom! Na nézzük akkor az árakat. Minek köszönhető, hogy ekkora, ilyen nagyok az eltérések a fővárosok között? Nos, röviden a válasz az, hogy a rezsicsökkentés az oka mindennek. Tehát elhangzott az, hogy milyen magasak az árak. Kopenhágában, hogyha már Nyugat-Európát nézzük, akkor a budapesti áraknak a 3,2-szeresét kell fizetnünk. Egyszerűen, ha belegondolunk ebbe, akkor szinte felfoghatatlan, hogy miért kell ennyivel többet fizetni a villamos energiáért Nyugat-Európában. De hogyha azt mondják, hogy ne mocorogjunk ennyire Nyugat-Európába, hanem nézzünk egy kicsit a saját környékünkön körül, hogy ott mennyit kell fizetni. Nos, nézzük meg akkor, hogy Pozsonyban milyenek az árak. Nos, ott 60%-kal kell többet fizetni. Bukarestben 64%-val és Varsóban is 70%-kal magasabbak az árak. Most gondolják bele abba, hogyha a rezsicsökkentést félredobva, mondjuk egy új választási eredmény kapcsán, szabadpiaci árak lennének, az milyen ársokkot jelentene a lakossági piacon. De hogyha átugrunk a földgáz piacára, és megnézzük ott a csúcstartót, nos, ott a svédek verhetetlenek, a magyarországi budapesti áraknak 8,12-szeresét kell fizetni, de hogyha maradunk a környékünkön, akkor Pozsonyban 55%-kal, Bukarestben 34%-kal, Varsóban pedig 48%-kal magasabbak az árak. Uh-huh. Természetesen az is benne van, hogy a magyar államnak az a stratégiája, hogy energiaadót a lakossággal szemben továbbra sem érvényesít. Tehát ez is benne van, hogy ezt az adófajtát a lakossági fogyasztóknak továbbra sem kell megfizetniük. Néztem, biztos ön is látta, a G7-en készült egy nagyon hosszú és alapos összefoglaló ezzel kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak az árak, és itt természetesen Magyarországról meg egyáltalán a nemzetközi trendeket is figyelembe vették, és itt ugye azt írták ezzel kapcsolatban, hogy nehéz megmondani, hogy ezek a bizonyos tényező árak, illetve azok emelkedése milyen mértékben vezethető, vissza mondjuk fundamentális sokokra, áramkeresletre, gáztárolók alacsonyabb töltöttségére, EU szabályozás, és hogy mekkora része van ebből, ahogy itt fogalmaznak, spekulatív várakozásnak, és meg hát beszélnek nyilván a 2008-as globális válság előtti rekordszintekről, szóval nagyon-nagyon-nagyon összetett történet, és akkor kiemelik azt, hogy Magyarországról nézve egy nemzetközi rendszerbe integrálódott kis gazdaság ugye korlátozottan tud ellenállni ezeknek a globális folyamatoknak. Ön most, mint hogyha picit az ellenkezőjét mondani, hogy mégiscsak ellen tud állni, ez hogyan lehetséges? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindenki azt mondta, amikor elindult a rezsicsökkentés, amikor az Orbán kormány elindított az első lépéseket, mindenki azt mondta, hogy hát ez csak egy ciklusra szól, ez csak a választásra szól, utána vissza fogják emelni. Nem így történt. Hosszú távon, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy hosszú távon fenntartható. Annak ellenére, hogy kétségtelen tény, hogy az utóbbi időben mind villamos energiában, mind pedig gázban fölfelé mozognak az utóbbi időben az árak. Ennek ellenére ebből mi semmit nem értünk. Kétségtelen tény, hogy a kormányzat számára ez egy filozófiai kérdés, hiszen a családtámogatásoknak gyakorlatilag a nulladik lépcsője, vagy ha úgy teszik, az első lépcsője volt az, hogy kiszámítható rezsi költségekkel szembesüljenek a családok, illetve a magyar háztartások. Tudjunk hosszú távra tervezni, aki családot, aki gyerekeket vállal, nyilvánvalóan nem két évben gondolkozik, hanem hosszú távban. Szabadpiacra hagy legyen azért egy megjegyzésem. Magyarország kétségtelen tény, ahogy ön is említette, és ahogy sok elemzés mondja, kicsi piac. Tehát az, hogy majd a piac megoldja, és az árak lefelé fognak mozogni, ez illúzió. A rezsicsökkentés előtti időszak bebizonyította, hogy ez egyértelműen fölfelé mozgó árakat jelent,
természetesen vannak természetes monopóliumok, hiszen nem lesz villamosenergia hálózatból 3-4, egy városon belül, egy országon belül gázból sem lesz, elosztó rendszer 3-4, az egy. Viszont a kereskedőknek az esetleges ajánlatai, mozgási lehetőségei egy ilyen viszonylag kisebb piac szempontjából nyilvánvalóan korlátos. Ebből kifolyólag a szabad piac az egyértelműen ár felhajtó hatása lenne mekkora? A mi pénztárcánk számára. Igen, ha már pénztárcát emlegette, szóval mekkora összegekről beszélünk itt, amivel kapcsolatban mondjuk az államnak ezek szerint nyilván be kell lépnie erre a piacra. Csak azért kérdezem, mert például itt meg nagyon sok szakember ugye arról beszél, hogy nagyon-nagyon nehéz megállítani az energiahordozó áraknak a hatását. Tényleg egy ilyen pici piac esetében. Itt ugye kiemelik persze, hogy van némi mozgástér, van valamennyi földgáz, lignit, nukleáris erőmű, naperőmű, stb., na, de azért ez nyilván nem elegendő. Szóval mekkora összeggel kell beszállni ebbe a piacba az államnak? Nos, ugye, ha megnézzük, hogy milyen szolgáltatók azok, amelyekkel mi lakossági fogyasztók szerződéses kapcsolatban állunk, akkor látjuk, hogy ezek többségében állami tulajdonú társasághoz tartoznak. Viszont az árakkal kapcsolatban, hagyd mondjak még valamit, Magyarország villamos energiában is próbálja azt, hogy minél nagyobb legyen a hazai termelés. Nem véletlenül fontos a Paks 2 beruházás, hiszen az olcsó villamos energia termeléshez ez is nagyon fontosan hozzájárul. Gázban nagyon fontos a hazai kitermelés. Ugye itt az, hogy Magyarországon még mindig 10% körüli a saját kitermelés, ez is fontos ahhoz, hogy a lakossági fogyasztás el tudjunk látni. Amellett nagyon fontos gázban az, hogyha belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az, hogy kötünk-e hosszú távú szerződést, gázvásárlási szerződést. Látjuk itt, hogy a kormányzat úgy próbálja összeállítani, úgy mixelni, hogy az ár és a biztonság is meglegyen, és abban a tekintetben, hogy az állam ebben a rendszerben aktívan vesz részt, ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a lehető legkedvezőbb árakon jutunk energiahordozókhoz. Tehát nem 3-4 piaci szereplő rakódik egymásra, amelyik mindegyik természetszerűleg profitot szeretne realizálni. Ennek ellenére azért hagyj jegyezzem meg, hogy az őrület, hogy kialakulhat olyan, hogy Svédországban a magyarországi ár 8,12-szeresét kell fizetni, ez irreális. Tehát ez itt azért van valami olyan, remélem nem haragszanak meg a svédek érte, számomra ez egy piramis játéknak tűnik, hogy valahol ilyen volumenű pénzt hajtanak be a saját fogyasztóikon. Fél percünk maradt, bocsánat, hogy szabáltam, de tényleg fél percünk maradt, mert hogy önök készülnek egy programmal is, ugye az erőművek éjszakájával, és tényleg csak nagyon röviden tegye meg, hogy elmondja, hogy miről szól ez pontosan. Igen, tehát október 8-án 36 helyszínen várjuk az erőművek éjszakájára az érdeklődőket regisztrálni, az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet. Itt atom, biomassa, hulladék, lignit, szolár, víz alapú energiatermeléssel ismerkedhet mindenki, akit érdekel az energia. Így legyen, köszönöm szépen Sárás Zsoltnak, szép napot kívánok önnek, minden jót, viszonthallásra! Minden jót, viszonthallásra!